Já sou sentar a marcha que é só da tempo. Tehet, amit ráraklak, azt így lepakolja magamból, és átfolyom rátok. Tehát ugye valami érdekesről kell beszélnem, ami talán menni fog, hogyha működik egy után. Remek. Ez ugye az első utáni fólia. Hát ugye azzal már lelőttük a dolgot, hogy csinál lesz, hogy mit szeretnénk, minek a tömegét szeretnénk megérni a fényhez. Tehát ugye amikor az ember azt látja, hogy elmélet egy fizikai tanszék valamilyen egyetemről, akár Magyarországon, akár külföldön, akkor minden vad dolgot. Hát ez nem lesz annyira volt, megpróbálom elmondani azt, hogy egyrészt, hogy ott tudjuk megmérni egy égitestnek a tömegét, miért van erre szükségünk, mire jó ez nekünk, meg hát egyáltalán mi az a motiváció, ami ezt az ember, ami az ember elfelé tolja, hogy hát ilyenekkel foglalkozni. Hát, ha közületek egy ember lesz csillagász, már akkor elvégeztem a feladatomat. A nulla akkor is elvégzem a feladatomat, csak nem biztos, hogy jól, ugye? Na mindegy, szóval az érdeklődés csiráját nem próbálod elvetni ebbe itt a fejekben, aztán meg kiderül, hogy kiből mi lesz az élet során. Hát ugye az első folyának a bal felé néhány ez egy olyan ábra, ami felrajzolta a jelenleg ismert naprendszeren kívüli bolygókat, a csillagoktól mért távolságát, adtam a vízszintes tengerre, illetve a tömegüket a függőlegesre. Ugye az, hogy angolul van a felirat, hát ugye meg lehet kövezni, de a következő folyáig huszárvárással kiváltok magam abból, hogy miért angolul írok fel a tengereket. Addig is fogadjátok el, amit kell, az lefordítok. Tehát a csillagtól mért távolságban a vízszintes tengeren, a tömeg a függőleges tengeren, egy csomó pont különböző színekkel megmutatják azt, hogy milyen távol, mekkora tömegű bolygók kerül. Amit most kivilágítok, az a Föld. Tehát ugye a Föld az valamilyen egységekben. Egy egységnyire kering a napjától, mint a napunkkal, és van valamelyikor a tömege, jutunk el a tömegbe. Hát ugye a nagy kérdés az, hogy itt miért nincsenek pontok. Miért nem látunk más csillagok körül olyan bolygókat, mint ami Földünk? Hát erről egy az, hogy nem keresünk régóta, kettő az, hogy nincsenek olyan műszereink, amivel ezt ki tudjuk mutatni. Hát ugye nem az van, hogy oda nézek és jön ott egy bolygó, aztán úgy örülök neki, mert az olyan, mint a Föld, vagy olyan, mint a Jupiter. Nem, hát ugye mások kellett az egészet elképzelni, és mindjárt megyek is tovább, ugye, hogy egyáltalán hogy tudok felfedezni, meg leírni bolygókat. Hát a mágikus szó összetétel az az égi mechanika, ami ugye mit akar, hát oda van felsorolva, iszonyatosan fogjátok szeretni, matekot, fizikát, számteket és angolat. Tehát, hogyha valaki manapság csillagászat, vagy természettudományra akar foglalkozni, az mondjuk az angolat nem húzhatja ki a listára. Ez van akkor, hogyha én ugye angolul írom fel a tengelyeket, szokjuk meg az angolat. És ez ilyen, nem ilyen, hogy az ember elmegy külföldre, ott is angolul jelentkezett a szállodában, nem pedig magyarul, hogyha el akarsz érni valamit. Szürkével kiragadtam egy példát a
Meet the Science sorozatból. A tavalyi év nyitó előadását Érdi Bálint tartotta Kepler-től Kepler című előadásával. Ez az Igibe Annikának kvázi egy bemutatása volt. Érdi Bálint volt a témavezetőm egyébként az egyetemen, és ő volt az egyik első Fulbright-os a 70-es évek végén, 80-as évek elején, aki kiment Amerikába ezzel a programmal. Na mindez zárójel bezárva, hát ugye mi kell hozzá? Matek, fizika. Sorry, még van 25 percen erről beszélni. Kicsit jobban a matekról meg a fizika. Nem tudja, nem lenne elég ugye, nem tudom hány óra, 2-3 óra fizika, meg matek ilyenek. Ja, és persze hát a számtek, arról is lesz majd szó. A Kepler harmadik törvénye nagyjából, hogy meg kell, hogy legyen a fejekben, ugye az mit most ki, az azt mondja ki, hogy meg tudom mondani, hogy föl tudok állítani egy összefüggést az adott csillag, illetve mondjuk a napunk körül keringő bolygóknak a távolsága és a keringési idő között. Hogyha a távolságot a harmadik hatványra emelem, a keringési idő között. A másodikra akkor egy ilyen szép egyenes mentén fölsorakoznak a bolygók, ott van. Merkur, Vénusz, stb. Egészen Neptunusz pultól. Hát ugye ez kell a harmadik törvény. Ennek segítségével meg tudom mérni az egyes bolygóknak a tömegét. Tehát ugye melyik bolygóknak a tömegét, azok, amelyik körül kering valamiféle hold. Mert ugye ebből a keringési időből és a távolságból azt tudom mondani, hogy megvan a bolygóknak a tömegét. Nagyon szép és jó, megvan a naprendszerben a bolygóknak a tömegét. De hát ugye azokat látom, nincs olyan messze, fókusz. Tehát csövet felnézik az égre, és hát átcsúgy az ember kívül éjszaka, látja a szakadót, utat, stb. Amikor holdakat nem, de ez távcsővel kiküszöbölhető. Mi a helyzet? Hogyha egy messzebb, egy távolabbi csillag körül keringő bolygót szeretnék fölfedezni, ugye azt nem látom. Miért nem látom, mert valami messze van? Egy-kettő, meg ott van mellett a csillag, ami iszonyat fényes, és az amiatt sem látom, hogy szeretetlen volt. Hát ugye másfajta módszereket kell kidolgozni ahhoz, hogy fel tudjuk. Tehát az, hogy felfedezek egy bolygót, az nem azt jelenti, hogy látom, hanem egyszerűen olyan matematikai és méréstechnikai eszközökkel ki tudom mutatni, hogy ott valaminek lennie kell. Az első, tehát itt van 5 darab kis videó, amiből kettőt fogok megmutatni, a két felsőt. Ezek azok a módszerek, amik az előző ábrán a kék, piros és szürke pontokat adták. Tehát azok voltak a dominánsak. Ez a két módszer az, amivel a legtöbb eddigi extraszoláris vagy naprendszeren kívüli bolygót bemutatták. Hát mindjárt megyek is, a radiális sebesség az igazából, vagy látóirányú sebesség az, hogy mindjárt mutatja a videó, hogy mit csinál. Hát ugye a Kepler első törvénye, illetve Kepler első, illetve Newton második törvénye alapján tudjuk azt, hogy van egy csillag meg egy bolygó, az egymás közös tömegközéppontja körül kering. Hát az ugye azt jelenti, hogy a bolygó kering a csillag körül, és a csillag is kering a tömegközéppont körül. Igaz, hogy ez iszonyatosan kismértékű mozgás, de vannak olyan precíz műszerek, amivel ezt ki lehet mutatni. És ugye mit kell ezt tennem? Fogni egy prizmát, betenni a távcső mögé, és mérni azt a színképet, vagy azt a szivárványt, amit ez a prizma felbont, amikor ránézek a csillagra. És azt lehet észrevenni, ha ez a csillag közeledik hozzám, vagy távolodik, ugye pont azért, mert a közös tömegközéppont körül kerül, ezek a színképvonalak, az úgynevezett színképvonalak, amiket látunk a szivárványban, ezek jobbra, illetve balra tolódnak el. Ha a bolygó közeledik hozzánk, akkor a kék felé fog eltolódni ez a színkép. Ha távolodik, akkor piros felé. Látjuk is, hogy arra a részére érkezik a pályán, ugye ezt kell nézni, ő a csillag. Ha ő távolodik tőlünk, akkor a piros felé tolódnak el a vonalak, ha közeledik, akkor a kék felé. Ebből meg tudom mondani, hogy milyen sebességgel mozog ez a bolygó. Ez egy nagyon kicsi sebesség. Tehát, hogyha megnézzünk a naprendszer kívül, a Jupiter az ilyen néhány méter per szekundumos sebességgel mozgatja a napot. Ez gondold el, itt nem tudom hány száz fényévre van egy csillag, és meg tudom mondani azt, hogy az körülbelül olyan sebességgel megy tőlem elfelé, illetve közeledik, mint egy autó. Iszonyatosabb a nagyság. Tehát ebből, hogy én felveszem ezt a színképet, hogy felveszem ezt a szivárványt, meg tudom mondani azt, hogy hogy mozog a csillag. Abból, hogy meg tudom mondani, hogy mozog a csillag, meg tudom mondani, hogy mi az, ami mozog. Hát ugye azért mozog tőlem elfelé, illetve hozzám közeledve, mert ott van körülötte az a bolygó. Tehát ez a fajta módszer, amivel az első extraszoláris bolygó 95-ben a svájci páros felfedezte, ezt a módszert használ. Ugye miért nem fedezte fel 70-ben? Mert nem volt olyan műszer, amivel ezt ki lehetett volna. A következő módszer az megint csak egy speciális rálátást igényel a rendszerre. Azt kell látnunk, illetve úgy kell látnunk a rendszert, hogy pont benn vagyunk a keringés síkjában. Miért kell ez? Ez azért kell, mert akkor a bolygó éppenséggel elhalad a csillag előtt, és kitakarja annak a fényt. Tehát ugyanaz történik, mint a napfogyatkozáskor. Csak ugye a napfogyatkozáskor a Földről nézve egy igen speciális elrendezést látunk, mert a holdnak a korongja, ami eltakarja előnk a napfényét, az éppen akkor, mint a nap. Tehát teljesen elsötétítik.
Magyarul nulla fény jut a szemünkbe. Viszont, hogyha egy sokkal kisebb égítés megy az adott csillag koronga elé, az csak egy fényesség csökkenést fog eredményezni. Itt látjuk, amikor beér, akkor a csillagfénye lecsökken. Miért? Mert kitakarok belőle egy részt. Amikor elmegy a bolygó, akkor a csillagfénye megint az eredeti mértékű. Abból, hogy milyen hosszú, mikor következik be ez a fényesség csökkenés, mikor következik a tranzit vagy a fedés, abból meg tudom mondani ismételten azt, hogy mi a pályának a kerülési periódusa, mik az arányok, tehát a csillag, illetve a bolygó sugarának az aránya. Hát itt most felsoroltam azt, hogy a bal oldalon van egy a legelső 51 Pegasi nevű exobolygónak a radiális, a látóirányú sebesség görbéje. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy közeledik felénk, távolodik tőlünk. Egy ilyen hullám, ugye az első kétharmada, az éppen egy periódust jelent. Tehát amikor megcsinál a bolygó egy keringést, akkor a csillag is megvesz egy ilyen radiális sebességnyi periódust. Ebből mit lehet kitalálni? Ebből ki lehet találni a bolygó keringés idejét, meg lehet mondani, hogy milyen alakja, mekkora mérete van a pályának. Sőt, még olyanokat is lehet mondani, hogy a csillagnak milyen a forgás technikája. Hát ugye ezt nem látja az ember, hogy belenézze egy távcsőbe. De ugye ehhez kell valamifajta matematika. Aztán a másik rész, a fedési módszer, ugye itt ki van merevítve, illetve ki van rajzolva egy teljes fázis. Hát ugye azt látjuk, hogy ez a kisebb átmérőjű bolygó megkerüli a csillagot, és hát ugye amikor elé érkezik, akkor kapok valamilyen fényességcsökkenést, amikor mögé érkezik, akkor is kapok valamilyen fényességcsökkenést. Ebből az egészből ugye másfajta paramétereit tudom meghatározni a rendszerben. Meg tudom határozni azt, hogy milyen a csillag és a bolygó sugarának, tehát átmérőjének az aránya. Azt ugye ennek a fényességcsökkenésnek a mértékéből. Aztán különböző sűrűségeket, a rendszer tömegét meg tudom mondani. Sőt, én bolygó felszíni gravitációs gyorsulást is. Na, a legújabb kutatások, amikor a bolygó elmegy a nap mögött, és éppen belép, illetve éppen kilép onnan, akkor bele tudunk mérni a bolygó légkörébe. Tehát tudom azt, hogy mi van ott. Jó, hogy nem oxigén, hanem van mondjuk metán, meg ilyen dolgok. De meg tudom mondani azt, hogy milyen a bolygó légkörének az összetétele, pusztán azért, hogy ugye olyan speciális helyzetben vagyok, hogy ez mögött. A csillag mögött is elhalad, és persze tudom miért. Tehát ez azért nem egy egyértelmű dolog. Tehát a high-tech műszerekkel jó mélyekkel mondja a zsebkodat, hogy így csinálják. No hát, itt van ez a két módszer, és hát a kérdés az, hogy ez egyszerűen, hogy nem kell semmit csinálni, az ember belejegyez a távcsőbe, és akkor megmondom azt, hogy milyen probléma. Persze, van egy csillag, meg van egy bolygó. De hát ugye a mi naprendszerünk sem olyan, hogy van egy föld, meg egy nap. Hát ott van mellettem, a Jupiter, a Saturnus, meg még 8 másik. Hát ugye ez mit csinál? Ez elrontja az egész eddigi dolgot. Ugye a szép Kepler pálya, ami mondjuk a Föld esetén 365 naponta ismétli magát, az elromlik. Miért romlik el? Hát hol teszek egy Jupitert, az ugye elkezdi zavarni a Földnek a szép szabályos ellipszis pályánkhoz keringését, és nem ugyanakkor ér vissza. Tehát én most elmennék a naprendszertől távol, és megmérném azt, hogy mennyi egy év, akkor az nem 365 is egy nap lenne, mint azt az ember a naptárban megszokta, hanem másodpercekkel és percekkel korrigálni kellene. És ez pusztán azért van, mert ugye több bolygót teszek bele a rendszerbe. Mit láthatok ezen az ábrán? Ugye ez a Kepler 30 fedő nevű objektum, most egy zárójel nyit. Miért vannak ilyen nevek? Miért nem az van, hogy nem tudom, Tamás Júri akármi? Hát azért, mert általában ezeket a felfedezett bolygókat az adott projektről nevezik. A Kepler űrtávcső által felfedezett bolygók Kepler 30. A HetNet projekt által felfedezett bolygók HetNet akármi, stb. Ugye itt térek ki arra, hogy vannak ám olyan dolgok, amiket emberekről neveznek el. Ezek a naprendszerben keringő kis bolygók. Rólam is elnevezhetnek, meg rólatok is. Csak hát ahhoz valamilyen formában ismertnek kell lenni, a felfedező előtt. Viszont vannak olyan srácok meg lányok, akiket egyáltalán nem ismer a kisbolygóknak a felfedezője, viszont valami olyasmit csinált, amire felfigyeltek. Például elment egy olyan versenyt az Egyesült Államokba, vagy részt vett egy olyan programban, amiben valami kiemelkedő nyújtott középiskolás szinten, és akkor azt mondták, hogy hát igen, kedves Danikám, kezet rázunk és rólad elnevezünk egy kisbolygót, akik holnap oda te nevezett kutatásra. Ez egy nagyon szép és jó dolog. Hát ugye az exobolygóknál valószínűleg nem fogunk eljutni erre a szintre, mert egyszerűen nem alakult ki ez a szokás. Ugye kisbolygókat több száz éve ismerünk, és adjuk nekik a neveket. Itt exobolygókat nem ismerünk több száz éve, és hát ezért
valami okosabb módszert talált, úgyhogy ne az legyen, hogy Kis János meg ilyenek, hanem legyen valamilyen száma, és legyen előtte egy azonosítható projekt. Na most ugye hol vagyunk, vissza ide zárójelbe, zárva Kepler 30, ugye ez a vastag csík itt azt jelenti, hogy ennek a Kepler 30 nevezetű csillagnak ekkora a fényessége által. Na de van itt, nyilván nem lehet látni hátulról, előről, én meg tudom, hogy mennyit csináltam az egészet, van egy sárga, egy kék, meg egy piros pötty, az mutatja azt, hogy az egyes bolygók, ebben a rendszerben három van egy sárga, egy piros, meg egy kék, mikor mennek el a csillag előtt. Akkor, amikor elmennek, akkor lesz egy fényesség csökkenés, ahogy azt látjuk az előző videón, illetve az előző ábrán. Itt ki is nagyítottam, van egy sárga, egy piros, meg egy kék, hát ugye amelyik kevésbé, amelyik a legkisebb fényesség csökkenést eredményezi, az a legkisebb átmérőjű bolygó a csillaghoz képest, ami a legnagyobb volt, az stb. Na most mi látható itt? Ugye itt az látható, hogy van itt ez a zavaró hatás, hát ugye zavaró hatás, hát ez egy szükséges, jó vagy rossz, hogyha több bolygót teszek oda, akkor ugye a több bolygónak a tömegvonzása nem csak a csillagra hat, hanem a többi másik bolygóra is. Ez azt eredményezi, hogy a szép periódikus, vagy magát ismétlődő pálya az elromlik. Itt azt mutatom, hogy az elvárt periódushoz képest mekkora a piros bolygónak a változása. Tehát amikor ugye azt mondja nekem valaki, hogy hát igen, Tamás Kám, ez az éves 365 nap és 3 óra, akkor hozzá kell tenni azt, hogy ebben az esetben ez 1000 perccel hosszabb. Ebben az esetben 1000 perccel rövidebb, pusztán azért, mert ugye ott van a Jupiternek a Szaturnusz, meg egyéb másik. Hát ugye ez egy kis nehezítést azért beletesz a problémába, mondjam. És ugyanez a helyzet a radiális sebességet. És ugye amikor a radiális sebességet mutattam, amit felfedeztek, az egy szép, hát most is tudom, bocsánat, színuszgörő volt, hát ez azért nem olyan szép, és nem is színusz. És ráadásul ugye nem is mindenhol mérek bele, hanem csak bizonyos időben vannak pontjai. Hát nem felhős volt, nem volt időben megdolgozni, meg ilyenek, de hát ez mellékes dolog. Tehát a probléma az, hogyha én nem egyetlen egy csillag, például nem egyetlen egy bolygónak a bolygóval szeretném meghatározni a rendszer paramétereit, hanem többől, akkor valami zongosabb dolgot kell kitalálni. Persze nyilván ezt megtették előttünk, tehát igazából ez már azért az a tudománynak a, hogy is mondják ezt magyarul, tehát amikor ott vagy a horizonton, tehát innen túl, hogyha valamit szeretnél megtudni, azt magamnak kell kitalálni. Visszamegyünk az iskolapadba, a bal oldalon legalábbis, itt van a egy bolygós rendszerünk, középen a nagy csillag, kis fehér pötty. Ugye mi az, amit, hát ugye annak idején, amikor én ilyen időben jártam, vagy az egyetemen, még Érdi Bálint, ugye, akit említettem, azt mondta, hogy Tamás Kám, hogyha a népszerűsítő előadást tartasz, akkor ne tegyél vele képletet, mert nem lesz. Isten, ez van, nem sikerült képlet nélkül megoldani, de azt gondolom, hogy fél percben el tudom mondani, hogy mit látunk a táblán. Van, aki tudja, van, aki meg majd mindjárt megtudja. Ugye bal oldalon van a bolygónak a tömege és a gyorsulása, jobb oldalon feketével pedig a gravitációs kölcsönhatásnak a képlete. 400 éve Newton ezt kitalálta. Azóta, ha egyéb mechanika erre alapszik, azért szeretem, mert csak ez. Igaz, hogy sokan belőle, de igazából ez a lényege. Hát ugye ez egy olyan kifejezés, hogy mit szeretnénk tudni? Azt szeretnénk tudni, hogy hogy mozog ez a bolygó a csillag körül. Azt ez a fekete egyenlet írja le. Ha tudom, hogy mi a gyorsulása, azzal nagyjából tudom azt, hogy mi a sebessége és a kitérése. Arra vagyok kíváncsi, hol van a bolygó, mekkora a sebesség. Ezt ugye mi határozza meg? Hát a jobb oldal, meg tudom a két tömeget, tudom a G-t, ugye mit tudom én, 6,6 11-en valamilyen egységben, és a köztük lévő távolságot. Tehát ezt ki lehet, ezt még az ember kézzel is kiszámolja. Ha tudom a jobb oldalt, tudom a bal oldalt, happy, tudom a fölmozgó. Oké. Jobb oldal. Ne egy bolygó legyen, hanem legyen két bolygó. Tehát valahova ide berakok még egy bolygót, hát akkor az azért már messze van a Kepler pályától, attól szép előcsistől, amit az ember várna, hogy ugye a bolygók úgy mozognak, ahogy a csillag az égen, ahogy mondja a vers. Hát ugye ez egy fix-krax. Mit lehet tenni? Le kell írni az egyenletet. Mérlegő. Megvan az egyenlet. Oké, tovább megyek. Tehát ugye semmi probléma nincsen, mert tudom, tehát az égi mechanikusok a nagy mesterei a rövidítésnek, és azt mondták, hogy igen, hát ezt az állatorvosi lovat beletesszük abba a piros elvetőbe, és mindenki hátul is megnyugszik. Na de ugye ezt mi kell számolni valahol, és akkor most jön, hogy a négyes listából a számítás technika.
fogom magam, és akkor ugye hát nyilván nem fogom nekiállni kézzel, mondjuk az 1800-as évek közepén, ez egy számba kézzel, csak hát ugye nem 5 másodpercig tartott, mint most egy, nem tudom, egy számítógéppel, hanem 3 évig. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ki tudom számolni az R-betűt. Mert tudom benne minden, tudom a tömeget, tudom a távolságot, stb. Csak mondom. Tehát ugye még mindig ott tartok, hogy tudom a jobb oldalt, és tudom a, abból kifolyólag, tudom a bal oldalt, mivel ott az egyenlőséggel a kettő között. Az ilyenfajta dolgokat nevezik direkt problémának. Amikor tudom, hogy mi van a jobb oldalon, tudom a ható erőket, és ebből kiszámolom azt, hogy hozom azt. Most az ember ezért nem egy biztonságnak. Igen, tehát az ember ezért nem megy Amerikába, hogy ezt megoldjon, mert ezt megtanítják az egyetemen. Viszont én olyannal akartam foglalkozni, nem tanítanak jelenleg az egyetemen, és ezért beadtam egy pályázatot a Fulbright Ösztöndi Bizottsághoz, és hát uram, bocsánat, meg is nyertem 6 hónapot Princetonban. Hát ez ugye egy nagy piros pötty, egy kis 20 ezer fős város, New York és Philadelphia között. Januárban elutaztunk, augusztus elején hazajöttünk. Egy iszonyatosan jó fél év volt. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek. Tehát amikor az ember néz egy ilyen egyetemi rangsort, akkor mondjuk Princeton az első 10-ben van a világon. Hát egy hihetetlenül a nívós hely. Azt kell mondjam, hogy az ember Nobel-díjas alakra találkozik, akkor oda megy. Tehát ott az ember az utcán összefut. Hát ugye most jött el az idő, hogy egy kicsit úgy lazulunk, mert most arról fogunk beszélni, hogy nem képzelt, nem fizik, hanem egyáltalán mi történt az Egyesült Államokban. Ugye béreltünk egy házat, egy professzort, én a csillagászati tanszéken voltam, itt, ez egy téli kép, a könyvtár tetejéről. Hát ugye lám valamennyire csillagász, ugye amikor elindultunk, akkor felkeresett egy ottani professzor, hogy hát ő éppen elmegy fél évre, hogy megyünk ki a házát. Leültünk, megbeszéltük, volt rá keret, kivettük, és akkor mikor odaértünk, akkor ugye mondja, hogy hát ez egy nagy nyugodás hely, mert ott nem tudok kilakít, ott nem tudok kilakít, éppen egy Nobel-díjas, meg feltalált a címes térét. Na mindegy, szóval tehát olyan, az ember olyan környezetben mozog, ami mondjuk nem csak Pécsen, meg Budapesten, hanem igazából egy normál egyetemi városban nem nagyon szokott. És hát ez ugye azért is virág az ember. Tehát amikor nem hálahelyen mentem, hanem Princetonban, hogy az ember hátul, és akkor ott dolgozni kell. Tehát ugye olyan problémákat megfogalmazni, amikkel ott az embereket le lehet ültetni. Tehát amikor valamelyek is belépett a tanszékre, akkor ugye azt kell érezni, hogy tanultam 5 évet csillagászatot az egyetemen, és nem értek valamit, mert a kozmológia rettenetesen bonyolult. És akkor azt mondja, hogy persze, ott van az ember a másik folyosón, aki írta azt a könyvet, amikor a fiam tanultad a kozmológiát, menj át és kérdezz meg. Tehát ugye ritka esetben ez Magyarországon is működik, hogy valakinek a könyvéből tanulsz, aki éppen mondjuk a te folyosóban dolgozik. De ez nem mindig igaz. Ez hatványozottan igaz, mondjuk Princetonban, vagy a nagy egyetemben, Harvardon, vagy a Caltechen, vagy itt ott, amat. Hát ugye, és akkor ugye ez a fél év, ez arra kellett, mint amire nekem ez a fél óra most, hogy oda megyek, és azt mondjam, itt vagyok, ez van, és szeretném magam eladni. Tehát olyanokat fogok kérdezni, amire te sem tudod a választ, de látjuk azt, hogy erre valahogy meg lehet adni a választ. És akkor ez az, ami a nagy professzorokat érdekli, hogy odamész is azt mondod neki, hogy itt vagyok én, jöttem fél éve, de hát vannak problémák, amiket szeretnék megoldani, ehhez kell a segítsége, mert ő okosabb, mint én, mert tapasztaltak, viszont ennek lesz eredménye, mert olyan dolgokat fogunk tudni választ adni, amire eddig még senki nem adott választ. Na és hát ebből a szempontból ugye ez egy ideális hely. Tehát nagyon sok okos ember van, akár csak elméleti részről, akik ezeket az egyenleteket oldják meg, akár pedig gyakorlati részről a távcsöveket építenek, amit kilőnek az űrbe, vagy egyszerűen csak szétszórnak a földfekszínt. És hát ugye ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy akkor tehát kimentem, tudjuk a direkt problémát, és nem a jobb oldalt, szeretnék kiszámolni a bal oldalt, nem egy nagy problémát. Na most ugye, amivel én beléptem ott a tanári szobába, vagy a professzorok közül, ugye az volt, hogy nézzük meg, hogy mi történt a 19. század közepén. Ugye volt ez a Le Verrier nevű francia matematikus, aki azt mondta, hogy aha, igen, tehát engem zavar az, hogy az Uranusnak nem volt, hogy sem ismerjük a pályáját. Mert fölnézek az égre, és hát nem ott van, amit a jóslatok mondanak. Leült, és elkezdett számolni, és azt mondta, hogy aha, ez nyilván azért van, mert van egy másik bolygó az Uranuson túl, amit nem láttunk. És mindenki azt mondta, hogy olyan, de elhajtotta onnan. Egészen addig, amíg 1846-ban valaki oda nem rakta a távcsövét arra a pontra, amit ez a Le Verrier nevű alap mondott, és ilyen tényleg ott volt a Neptunusz. Tehát ő azt mondta, hogy ha én mérek valamit, egy modellparaméter, és az nem stimmel, akkor ugye nem az van, hogy azt mondom, hogy jó, hát
egy fok nem számít, vagy egy perc nem számít, hanem leülök és megoldom az egyenleteket. Olyan paramétereket próbálok kreálni, amivel tudom magyarázni ezt a jelenséget, ugye, hogy a Neptunusz nem a fekete pályán mozog, hanem a piroson. Hát miért mozog a piroson? Mert ott van egy, vagy bocsánat, az Uránusz, azért, mert ott van egy szürke test, ami éppen a Neptunusz. Az ilyenfajta problémákat nevezik inverse problémának. Mit jelent az inverse probléma? Visszaugrunk ide. Az inverse probléma azt jelenti, hogy megmérem, hogy hogy mozog a test. Tehát tudom azt a sebességet, tudom azt a pozíciót, amit megmérek, és szeretném kitalálni a jobb oldalat. Hát ugye egészen addig nyert pozícióban vagyok, amíg nincs ott a piros elvetű, mert addig túl sok gondolkodni való nincsen, van benne három vagy négy paraméter, három, azt azért még úgy ki lehet találni. De mihelyest ott van az a piros elvetű, akkor már azért nem egy olyan rózsás feladat az, hogy ezt megmondjam, hogy mi van abban benne. Tehát ki kell találnom a jobb oldalt, hogy egy olyan rendszert kapjak, ami visszaadja valamit. Na hát igazából ez volt az én egyik fő feladatom Princetonban, hogy olyan módszert kitalálni, kidolgozni, amit igen könnyen és gyorsan meg tudja mondani ezt a jobb oldalt. Ez nem sikerült, de ez nem azt jelenti, hogy nem is lehet, hanem egyszerűen az, hogy fél év nem volt rá elő. Mert nem egy olyan dolog, amit az ember oda megy, de elő és megoldja. Nem egy házi feladat. És hát nem egy olyan klasszikus házi feladat, amit holnapra meg lehet csinálni. De jó úton haladunk egyébként. Hát lesz belőle valamilyen kérdés. No, hát akkor még egy utolsó kérdés, hogy mire jó az exobolygó kutatás? Hát itt három fő csoportot soroltam fel. Az első az, hogy egy iszonyatosan gyorsan fejlődött elő. Tehát ugye 20 éve fedezték fel az elsőt, és most már ott tartunk, hogy az elkövetkezendő a szűk 10 évre megvannak előre, mint az európai, mint az amerikai űrügynökségnek a tervei, amiket föl fognak lőni, és dedikáltan abból a célból teszik ezt, hogy naprendszeren kívüli bolygókat fedezzenek fel. Tehát ugye a csillagászatnak ez iszonyatosan kicsi állat, tehát nem az univerzum nagy értékű szerkezetéről beszélek, nem a fejútrendszer kinematikájáról, nem a napról, hanem csak és pusztán kizárólag a naprendszeren kívüli bolygókra hat ilyen tonnányi dollár, meg eurót felemésztő pénzeket tolnak bele a hat űreszközbe, amit aztán majd, hát ugye a Gaia már fent van, de az elkövetkezendő 8-10 éven belül felrepül. Van lehetőség. Tehát ha valaki most azt mondja, hogy csillagászkar van, jó, kiállja a középiskolát, kiállja az egyetemet, szerez egy doktori címet, na és akkor azt mondja, hogy oké, nekiállok és foglalkozom vele, hát talán még a 2023-os Dummy for the Belfield. Hát így. Nem lehet. A másik dolog, hogy magyarok vannak az élvonalban, ugye a HETNET, az a Hungarian Made Automate Telescope Network, hát ugye ezt a magyar srác találta ki, éppenséggel Princetonban professzor most, hát ugye a lényeg az, hogy fogta magát is kis távcsöveket, kis költség, ugye a magyaroknak kis pénzük, kis költségvetésű logosan dolgozott, állítani azt, hogy méretű távcsöveket lerakott Hawaii-on, Arizona-ban, Izraelben, meg aztán most már a déli féltekre is, Namíbiában, meg Ausztráliában, és ezekkel folyamatosan nézi az eget, és így tud exobolygókat felfedezni. 60-at felfedeztük már ilyen módszerrel. És hát ugye az ő neve nyilván fogalom a szakmában, de hát mellette más egyéb dolgokkal is lehet foglalkozni, nem kell ahhoz az Egyesült Államokba menni, két dolog miatt, az egyik az, hogy van internet, itthon is meg lehet csinálni, a másik az, hogy másfajta módszerrel is lehet valami. Tehát ugye hozzá lehet férni ezeknek a műholdaknak az adatbázisához. És leülsz otthon, és ha van hozzá affinitásod, akkor keresed benne a jelet. És ha megtalálod, akkor szólsz valakinek, hogy hey, itt van ez, mérjük rá, oldjuk meg, utána. Szóval magyarok nagyon-nagyon otthon vannak ebben a témában. Aztán az utolsó pedig az, hogy hát, ki hogy látja, középiskolás fokon is vállalható az, amit ugye el kell mondani ahhoz, hogy az ember megértse. Ez egy GeoGebra alkalmazás, amit én csináltam, elvileg működik, nem most tudnék, igen, működik, mert ez egy videó. Tehát én mit csináltam? Semmi más, betettem két kört, és megnéztem azt, hogy a két kör hogy fedje le egymást. Annak függvényében felrajzoltam egy fényesség intenzitást. Nincs mögötte fizika, pusztán geometria az egész. Ami ugye simán elmondható egy középiskolai matematikai fizika órán. És ezt bárki meg tudja otthon csinálni, geogebra.org, fölmész, megtanulod, hogy kell használni a programot, és 5 perc alatt megtanulod, fél nap alatt megcsinálod ezt. És boldog vagy, nem.
De mindegy, szóval a lényeg az, hogy működik olyan szinten, hogy az ember egy fizikai szakkörön, vagy matematikán ilyenekkel foglalkozni, és megjöjjön a kedve ahhoz, hogy aztán majd érettség után ide meg oda eltérre pénztanuló munkát fogják tovább tanulni, és ideben szeretne foglalkozni. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet, és ha van kérdéseket, akkor igyekszem.